Szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai napon, akik most megnézik a videót, és akik bent vannak ma a teremben. Aki nem ismer még, és akivel még nem találkoztunk, azoknak bemutatkozom. Én Debreceni Zoltán vagyok, a Gazdagodás Akadémia trénere és bevétel növelési tanácsadó. Nagyon remélem, hogy mindenki számára rendben van a kép és a hang, minden működik, és ami még fontosabb, hogy ma ismét olyan témát tudok hozni, és olyan információkat, ami számotokra meghatározó lesz, segíteni fog majd titeket, és ti is el fogjátok majd érni azt az eredményt, amit ma délután nekem is sikerült, majd a későbbiek folyamán erre vissza fogok térni. Hát akkor vágjunk bele, ne feledd el, hogy a siker nem sétál be hozzád, hogy neked kell megtalálnod. És nyugdíj kontra otthoni munka. Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlévők közül ki az, akit már elért, ki az, akinek már aktuális az, hogy nyugdíj, vagy nagyon közel van hozzá. Én nem sokára 60 leszek, idén töltöm be az 59-et, ha jól számolom, igen. És hát évek múlva néhány év, és engem is éríteni fog ez a téma. Igen, Jenőt is éríti, így van. Jenőt azért éríti, mert ő szeretne még 50 éves kora előtt nyugdíjba vonulni, mert igen, mert gyakorlatilag neki van igaza, végül is miért ne tehetné meg azt, hogy addigra már neki igazándiból csak az az egy dolga lesz, hogy karban tartsa azokat az eszközöket, amik szépen termelik neki folyamatosan azt a jövedelmet, amiből gyakorlatilag jól meg tud élni. És igazándiból mindenkinek ez lenne a célja, nem? Szeretnék mutatni nektek néhány képet. Jó? No. Oké. Ha nyugdíjas vagy, akkor ki az, akinek ez a kép jut az eszébe? Egy ilyen szituáció, egy ilyen helyzet. Vagy ki az, akinek nyugdíjas korára, nem ez, hanem egy ilyen. Például, most arról beszélünk, hogy valaki már nyugdíjas itt Magyarországon, vagy például egy ilyen kis tengerparti kis harmónia. Vagy ki az, aki úgy gondolja, hogy a nyugdíjasok azok mind kivétel nélkül ilyen lelkesen és ilyen kitörő örömmel nézik a világot. Vagy van egy kontrám, hogy nyugdíjas ugyan, de még mindig dolgozik, épp az utódját tanítja be, vagy esetleg, mint ahogy ez az idős hölgy, hogy számolgatja a kis apróját, hogy vajon kifutja-e még a következő napokra, vagy inkább ez. Igen, hát én még nem vagyok nyugdíjas, de az igazság az, hogy akárhogyan is nézem, előbb-utóbb mindenkit el fog érni ez a dolog. És inkább mondanám azt, hogy érjen el, mint az, hogy mielőtt még nyugdíjba megyek, eltávozok. Engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak a saját családomról. Az én édesapám 50 volt, amikor a tüdőrák elvitte. Édesanyám 6 évvel élte őt túl, és nála a női probléma a mellrák volt az, ami ugyanezt megtette. Egyikőjük sem érte meg a nyugdíjas kort. És a helyzet az, hogy én azzal, hogy már 59 vagyok,
gyakorlatilag mindkettőjüket túléltem, és a célom az az, hogy én igenis élvezni akarom a nyugdíjas létet. Élvezni akarom azt a létet, azokat a napokat, amikor nincsen semmi, egyébként nincsen semmi más dolgom, mint az, amit saját magamnak felállítok, amit saját magamnak beütemezek, és amit saját magam szívesen meg akarok csinálni. Nagyon, de nagyon szeretnénk mi mindannyian másképp élni. A gond az, hogy senki se tanított meg minket arra, hogy ezt hogyan érhetjük el. Kérek szépen egy visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy ki ért velem egyet abban, hogy mindannyian szeretnénk másképpen élni, és hogy mindannyiunknak most kell gyakorlatilag magunknak megtanulni, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Mert az iskolában senki sem beszélt nekünk erről. Ki az, aki velem egyetért? Az legyen, és írjon be nekem ide egy i betűt. Jó? Rengeteg i betűt kapok, rengeteg i betűt. Ugye, amire a szüleink tanítottak minket, az nagyjából a következő. Figyeljél, tanuljál meg valamit, legyen egy jó szakmád, érjél el valami jó eredményt a munkahelyeden, érd el az, hogy neked legyen egy jó fizetésed, és aztán utána majd valami lesz. De arról senki nem beszélt, hogy mi lesz, ha nyugdíjasok leszünk. Miért? Mert akkor, amikor mi ezt tanultuk, amikor nekünk ezt mondták, akkor a szüleink is aktívak voltak. Ők maguk sem gondolták azt, hogy mi lesz velünk, ha majd mi nyugdíjasok leszünk. Jó, rendben van, akinek volt nagypapája, nagymamája, és sokszor találkozott velük, ők nagyjából láthatták, hogy mi történik. Az én szüleim, az én nagyszüleim tőlünk eléggé távol éltek, és hát bizony évente egyszer, maximum kétszer találkoztam velük, akkor is viszonylag rövid időre. Az egy ilyen kuriózum volt. És az ég adta világon semmiféle olyan szándék nem volt benne, hogy bármit is tanuljak tőlük. Semmi. Egyszerűen a szüleim elvittek hozzájuk nyaralni, üdülni, akár mit csinálni, de ne azért vittek el hozzájuk, hogy megtanuljam azt, amit ők tudnak. Ki az, aki gyerekkorában a nagyszüleitől tanult valamit? Az legyen szíves, írjon be nekem ide egy i betűt. Aki a nagyszüleitől tanult valamit gyerekkorában, amikor még kisgyerek volt. Aki most i betűt ír be ide, annak azt mondom, hogy adjál hálát a Teremtőnek, hogy ezt megtehetted, hogy volt kitől. Megtanultam, hogy ne a BBA rakjam a pénzt, hanem a bankba. Ja, értem, hogy ne a bankba rakjam a pénzt, hanem a párna alá. Igen. Szorgalom, kitartás, sok mindent, élni. Nagyon jó, nagyon jó. Mondom, adjatok hálát a Teremtőnek, hogy megtehetitek, mert rengeteg ember el sem éri magát a nyugdíjas kort. Nem kapja meg azt a lehetőséget, hogy az unokáinak tanítani tudjon valamit. Igen, hát van, aki azt mondja, hogy mi se sokat láttuk őket. Igen. Igen. A helyzet az, hogy gyakorlatilag senki az ég adta világon nem készít fel minket arra, hogy hogyan fogjuk tudni ezt az egészet megvalósítani. Álmodozunk róla, hogy gazdagok leszünk. Álmodozunk arról, hogy ha majd sok pénzünk lesz, akkor mi mindent fogunk csinálni. De igazándiból megélni az, hogy oké, mai nap folyamán
Úgy tervezem, hogy láblógatás lesz. Hogy gyakorlatilag semmit nem fogok csinálni. Elmegyek az unokáimhoz, vagy kimegyek a parkba, vagy elmegyek kimegyek a strandra, elmegyek uszodába, meglátogatom a barátaimat, napközben valahová beülök, eszek, nem megyek haza, nem főzök, nem takarítok, nem mosok, nem vasalok, nem kezdem el a mai nap folyamán felhívni, vagy a munka után keresgélni. Nem akarom magamat másoknak a munkája miatt elfoglalni, hanem azt akarom csinálni, amit én igazán szeretnék. Volt-e már bennetek ilyen érzés? Szeretném megkérdezni. Akiben volt már ilyen érzés, az legyen szíves, írjon be nekem egy i betűt. Köszönöm szépen, eléggé sokan írják be, és most akkor az a kérdésem, hogy vajon megtehetitek-e? Igen, hát a Jenő így él 20 éve, oké, rendben van, ő egy kuriózum, ő az a kivétel, aki mindig is erősíti a szabályt. Hadd mondjam el azt is, hogy rengetegen irigylik Jenőt. Pontosan ezért, mert neki ez sikerült, mert ő ezt meg tudta valósítani. Na de, szerintem ez ezer emberből egy, aki ezt így meg tudja valósítani. A legtöbb ember, főt mondhatnám így, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy egy átlagember nem tudja azt megtenni, hogy nyugdíjas korában egyszerűen csak élje az életét. Mint például egy német nyugdíjas. Ebben igaza van, a Gyöngyike azt írja, hogy jobb az irigy, mint a sajnálat. Ebben igaza van, tökéletesen, és egyet is értek vele. Tehát tényleg jobb az, ha irigyelnek minket, mint ha sajnálnak. Most hadd mutassam meg nektek az életnek egy másik aspektusát, jó? Ez az én e-mail értesítőm, és itt arról kapok értesítést, hogy a csoport hogyan növekszik. Sőt, a közvetlen, tehát a direkt csoportom is, hogy növekszik. És higgyétek el, hogy rendkívül, rendkívül, rendkívül megnyugtató egy ilyent látni. Szeretnék nektek mondani néhány nevet, és remélem, hogy lesz közöttetek olyan, akinek ismerősek ezek a nevek. Kezdem akkor. Anthony Morrison, Adrian Morrison, John Cho, Joel Terrien, Enik Singel. Ki az, akinek ezek a nevek mondtak valamit? Az legyen szíves, írjon be nekem egy i betűt. Megismétlem. Anthony Morrison, Adrian Morrison, Joel Terrien, Erik Singer, John Cho, öt név. Oké. Mi a közös bennük? A közös bennük az, hogy az ötből mindössze egyetlen egy az, aki túllépte a 40 évet, ez Joel Terrien. A többiek még nincsenek 40 évesek, és ami még közös bennük az az, hogy mindannyian 8 számjegyű jövedelemmel rendelkeznek éves szinten dollárban. Most akkor kérdem én azt, hogy szerintetek gazdaságilag mi az, ami jobban megéri az embereknek? Végig tekerni a 40 évet, és aztán utána azon gondolkodni, azon küzdeni, hogy Úristen, nyugdíjas vagyok, most akkor mit csináljak? Mivel és hogyan egészítsem ki a fizetésemet, vagy mit találjak ki azért,
hogy több legyen egy kicsit a bevételem. Vagy pedig azt mondani, hogy oké, ha itt ilyen fiatalok ezt így meg tudták találni, és ki tudták találni, akkor ez miért ne sikerülhetne nekem is? Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára sokkal vonzóbb perspektíva, mint az, amiről az imént beszéltem. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy jobb úgy nekiállni a világnak és azzal a szemlélettel nézni, mint amit Jenő is. 47 éves, azt tesz, amit akar, gyakorlatilag ő ossza be a saját idejét, se főnöke nincsen, se beosztottja nincsen, és a jövedelme az annyi, egy kicsivel még több is, mint amennyi a kiadása. És mindezt úgy éri el, hogy napi pár óra tevékenységgel. Tegnap, ha jól emlékszem, azt írta, hogy délelőtt elvégezte azt a munkát, amit akart, elérte a célját, és ehhez már másfél óráig dolgozott. A mai nap csak azért nem sikerült, mert bizonyos technikai problémák keresztül húzták a szándékát. És hadd mondjam meg nektek őszintén, gyakorlatilag én magam is magam osztom be a saját időmet. Senki az ég adta világon nem szól bele. Én határozom meg, hogy a nap folyamán mikor mit csinálok. Tehát a helyzet az, hogy te, aki most itt vagy velem a teremben, te, aki most hallgatsz engem, nézel engem, neked olyan módon lehetek minta, példa a Jenővel együtt, hogy ha neked ez egy életcél, hogy ezt elérd, akkor ezt mi meg tudjuk neked mutatni. Hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Gyakorlatilag, amit ma szeretnék nektek megmutatni, az az, hogy egy másfajta életszemlélettel és egy másfajta hozzáállással el lehet érni azt, amit ma már ugye megemlítettem, hogy egy ilyen elismerésben van részed. Mit jelent ez az elismerés? Beszéljünk erről egy kicsit. Jelen pillanatban azt éri ez az elismerés, hogy közel 96 ezer emberhez jut el, hogy én Magyarországról egy olyan teljesítményt raktam le, vagy egy olyan munkát végeztem el, de nem nevezném munkának. Ez igazándiból egy olyan tevékenység, amit én szívesen csinálok, tehát gyakorlatilag a szenvedélyem. Imádok embereket tanítani, imádok embereknek segíteni, és ami számomra nagyon-nagyon jó, én például én nagyon-nagyon szívesen nézem az X-faktort, nagyon szívesen nézem a hangot, nagyon szívesen nézem a Got Talentet. Megmondom miért, mert amikor átlag emberek besétálnak, tök ismeretlenül besétálnak is, több száz ember előtt és a tévékamerák keresztüzében pedig több millió ember előtt valami olyat tesznek le, amitől a helyszínen lévők állva tapsolnak, az valami fantasztikus érzés a számomra. Engem ez feldob, engem ez motivál, engem ez inspirál arra, hogy valami, én is valami olyat tudjak adni az embereknek, ami nekik jó, ami őket előrébb viszi, és amiért ők azt mondják, hogy na, köszönöm. Köszönöm, ez egy nagyon-nagyon jó segítség volt nekem. Megoldottad ezt, meg ezt, meg ezt a problémát az életemben, és ezért nagyon hálás vagyok. Na, én gyakorlatilag pontosan ezért csinálom, ezért tartom minden szerdán ezeket a képzéseket, és gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy ha nem kapnék fizetést, lehet, hogy akkor is csinálnám. Itt van a feleségem, ezt halkan mondom, de hallja. Mert
Hát akkor azt mondanám, igen, azt mondanám, hogy akkor csináljak valami mást is, amiért fizetést kapok, de végül is azért jó ez az egész, mert szeretem csinálni, és még fizetést is kapok érte. Méghozzá nem is keveset. És éppen ez az, amit nektek is akarok mondani, akarok mutatni, hogy ne az legyen a szemetek előtt, ne az lebegjen a szemetek előtt, hogy ebből 1 év múlva, 2 év múlva, vagy bármikor is nektek is lesz 1, 2 vagy 3 millió forintnak megfelelő jövedelmetek, nem forintban, hanem dollárban, vagy másképpen. Hanem azt nézzétek, az legyen nektek is a szemetek előtt, hogy hogyan tudjátok azt elérni, hogy az emberek megérezzék bennetek azt a segítő szándékot, hogy gyakorlatilag nektek is fontos, hogy ők is előrébb jussanak. Ti is azt szeretnétek, ti is olyan embereket kerestek, amilyenek ti vagytok, hogy igenis, hogyha látjátok a segítő kezet, akkor azt megfogjátok, és követitek azokat az embereket, akik előttetek járnak ugyanezen az úton. Oké. Nézzük meg, hogy hogyan lesz egy követőből csapattag, jó? Menjünk végig a folyamaton. Ugye azt 1 héttel ezelőtt is mondtam, hogy van egy úgynevezett pszichológiai folyamat. Az emberek először a szkeptikusak, hiszen nem ismerik el, nem gondolják azt, hogy te egy igazi vállalkozó lennél. Éppen ezért számukra idegen és furcsa ez a fajta kinyilatkoztatás. És ez nagyon-nagyon sok network marketing üzletben probléma. Amikor valaki elkezd egy network marketing üzletet, és elkezdi az üzletet promotálni, és ő mögé áll, tehát ő gyakorlatilag beleszürkül abba a tömegbe, akik valamilyen céget promotálnak, akkor onnantól kezdve ez számukra egy igen keserves kenyér lesz. Abban a pillanatban, amikor eldöntik, hogy te egy pozitív, segítőkész, kitartó és eredményes hozzáállású személy vagy, abban a pillanatban az embereknek a hozzáállása, a te veled való viszonya megváltozik. És igen, és akkor, amikor látják, hogy eredményeid vannak, akkor elkezdenek neked gratulálni, elkezdenek téged elismerni, és elkezd a bizalmi faktoruk növekedni. De mi kell ahhoz, hogy ez az egész megtörténjen? Eredményeket kell felmutatnod. Hogyan tudsz eredményt felmutatni akkor, amikor a régi tanítások ugye azt mondták, hogy hát akkor barátom, keresd meg az ismerőseidet, mutasd meg neki az ajánlatodat, és lesz majd közöttük olyan, aki igent mond rá. Egy nagy frászt. Alig lesz, aki igent mond rá. És aki igent mond rá, az sem lesz a te legerősebb csoporttagod. Egy a rozsdásbökött. Na, most akkor akinek volt ilyen hálózatépítős kalandja, az legyen szíves, írjon be nekem egy I betűt akkor, ha azt mondja, hogy igaz, amit mondok. Egy I betűt már kaptam. Igen, tehát van, aki tudja, hogy miről beszélek. Igen, ott is kaptam egy I betűt. Igen. Így van. És ez megint egy olyan érdekes, tehát ez egy rókafogta csuka. Én keresem meg az ismerőseimet, és ha az ismerőseim igent mondanak, akkor tudunk nagy üzletet építeni, de mivel az ismerőseim ismernek, és tudják, hogy én nem vagyok egy vállalkozó, és tudják, hogy soha büdös életben nem voltam sikeres üzletépítő, ezért nem fognak nekem igent mondani, tehát a kísérletezésem eleve kudarcra van ítélve. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Hát úgy lehet megváltoztatni, hogy elkezdesz eszközöket használni. Az eszközeidet,
azokat az eszközöket, amelyeket mi a kezetekbe tudunk adni. Milyen egyszerű módszereket és mennyire felhasználó barát eszközöket tudsz használni. Itt van ugye maga ez a Facebook rendszer, ez a Facebook kampányrendszer. Ugye ez egy tök ingyenes. Tök ingyenes, és valószínűleg meg fognak erősíteni abban, hogy nem 50, hanem 500 feliratkozód lehet a saját Facebook rajongói oldaladon tök ingyen. Nem 50, hanem 500. Nem tudom, hogy fel tudjátok-e mérni ennek a jelentőségét, de ha fel tudjátok mérni, akkor gondoljatok bele, van 500 embered, van egy tök ingyenes rendszer. Te beleteszed az energiádat olyan módon, hogy felépíted, elkezded magát a Facebook kampányt csinálni, beleteszel néhány hírlevelet, erről majd beszélni fogok, hogy hány darab hírlevél kell, beleteszed a hírleveleidet, oda irányítod az embereket, neked nincs más dolgod, mint forgalmat generálsz, olyan embereket viszel oda, akik nyitottak ebben az iparágban. Ugye azt is megmutattam a múltkori videóban, hogy hogyan tudod a saját Facebook rajongói oldaladat beállítani a Facebookon belül, hogy tényleg olyan emberekhez jussál el, akik az otthoni munka iránt érdeklődnek, akik a network marketing iránt érdeklődnek. Ugye? Gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki látta ezt a videót? Ki az, aki látta, hogy hogyan kell ezt megcsinálni? Legyen szíves, írjon be nekem egy i betűt. Ó, igen, meg is csinálta. Gratulálok, gratulálok, Mária. Szuper, szuper. Nagyon jó. Én nagyon remélem, hogy ez nem volt egy bonyolult dolog. Én nagyon remélem, hogy ezt mindannyian meg tudjátok csinálni. Nagyon bízom benne, hogy eléggé lépésről lépésre volt megmutatva, és itt azt is akkor látjátok, hogy viszonylag egyszerű eszközökkel lehet dolgozni. Ugye? Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert Joel is mondja, Anthony Morrison is mondja, Adrian Morrison tanítja, Enik Singa szintén tanítja, John Cho hetente egyszer-kétszer elmeséli, hogy nem az működik, vagy nem az számít, hogy mi az, ami neked működik, hanem az számít, hogy mi az, amit gyorsan és egyszerűen másolni tudnak az emberek. Miért? Mert az embereknek egyszerűen és gyorsan másolható példa kell ahhoz, hogy rövid időn belül eredményesek legyenek, és pénzük legyen. Szerintetek miért fontos az, hogy az embereknek minél előbb meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lesz pénzük? Ha van valakinek ezzel kapcsolatosan valami gondolata, legyen szíves, írja be nekem a chatmezőbe. Miért fontos az, hogy mi gyorsan meg tudjuk mutatni az embereknek, gyorsan meg tudjuk őket tanítani arra, hogy hogyan lesz pénzük? Kitűnő. Akkor itt maradnak, ahogy a Mária mondja. Mónika azt mondja, hogy akkor fogják folytatni. Igen. Gyöngyike azt mondja, hogy mert az a legkevesebb. Igen. Tehát, tudnotok kell, hogy a világban 11 másodpercenként valaki rákattint arra, hogy internetmarketing. Ibolya azt írja, hogy motiváltak legyenek. Igen. Mindegyik beírás jó. Igen. Igen. Az emberek akkor maradnak veled, ha egyrészt te jó példát tudsz mutatni, és eredményeket tudsz felmutatni. Az egyik legfontosabb, amit megtanultam az elmúlt időszakban a nagyon-nagyon profi internetmarketingesektől, akkor, amikor csinálják a kampányukat, az, hogy elsősorban
a bizalmat akarják felépíteni. A bizalmat akarják úgy felépíteni, hogy eredményeket, saját eredményeket mutatnak meg, és olyan embereket hoznak be a kampányba, akik hitelesek olyan szempontból, hogy ők is részt vettek már abban, amit mutatnak, és ő maguknak is eredményeik voltak. Na most, ahhoz, hogy te eredményt tudjál felmutatni, hogy eredményes legyél, ahhoz neked azt kell megtenned a semmiből, hogy valami olyat tudjál mutatni, amit az emberek akkor is el tudnak hinni neked, hogyha még jelen pillanatban te nem vagy eredményes. Legprofibb marketingesek elsősorban eredményeket mutatnak fel, saját eredményeket. Azonban ehhez a dologhoz tudni kell, hogy ezek a marketingesek úgy csinálják, hogy először megcsinálnak egy kampányt, annak van valami eredménye, ők ebből csinálnak egy videót, és a következő kampányukhoz, az előző kampányuknak az eredményét teszik hozzá. Na de egyszer valamikor ők is voltak kezdők. Hogyan kezdték? Úgy kezdték, hogy másoknak a renoméját használták fel, gyakorlatilag. Mit jelent az, hogy másoknak a renoméját felhasználni, és most maradjunk itt a Pure Leverage-en belül. Gyakorlatilag, ha te bemész a saját webirodádba, akkor a baloldali oszlopban lesznek ilyenek, hogy marketing tools, tehát marketing eszközök, és ott vannak olyanok, hogy linkek, vannak olyanok, hogy bannerek, és vannak olyanok, hogy ad copy. Az ad copy az gyakorlatilag arról szól, hogy te azt a szöveget, ami ott van benne, egy az egybe kimásolhatod, és a feliratkozódnak elküldheted. Nem neked kell a dolgot felépítened, hanem megvárod, vagyis hogy kihasználod, hogy mások építsenek fel téged. Ezt egyébként már használják, tehát sokan használják, a hagyományos, tehát a régi MLM üzletekben is használják, az, hogy mások építenek fel téged, és ezt itt is ki tudod használni. És ezzel a módszerrel tudod elérni, hogy eredményeid legyenek. Gyakorlatilag ez egy viszonylag egyszerű folyamat, de amit látok az az, hogy kevesen használják. És én azt tanácsolom nektek, hogy ti is kezdjétek el ezt használni. Miért érdekes ez? Nézzünk egy kicsit bele a jövőbe. Nem azt mondom, hogy nekem van egy ilyen kristály gömböm, de azért úgy nagyjából látom, hogy mi az, ami várható. Először is, ami várható, az az, hogy a mobil eszközök használatának a növekedése egyre gyorsabb lesz. Nem tudom, van-e nektek információtok arról, hogy itt most 2016-ban körülbelül az internetet használóknak hány százaléka az, aki mobil eszközökről lép fel az internetre, akár azért, hogy megnézze az e-mailjét, akár azért, hogy a Facebookot megnézze, akár azért, hogy valami mást megkeressen a Google-ben, vagy valahol máshol. Szerintetek? Ki az, aki tud nekem ezzel kapcsolatosan valami számot mondani? 2016-ban szerintetek az internet használók hány százaléka használ mobil eszközt? Ibolya azt mondja, hogy a háromnegyede, 60-70 százalék, 65, Mária azt mondja, hogy 90 százalék, 85 százalék, írja Éva. Nagyjából közel álltok a tényleges valósághoz, 63 százalék, úgyhogy Rita és Lilla találta el a legjobban. Tehát 63% most. Azonban
egy-két év, és igen, 85-90% lesz. Nagyon sokan. A tabletek és a mobil eszközök, a mobiltelefonoknak a használata egyre jobban rá fogja nyomni a bélyegét, vagy egyre inkább használatos lesz az internet során, az internet használat során. És ezért várható az, hogy a fiatalabb korosztály jobban részt fog venni az olyan típusú üzletekben és ajánlatokban, mint például a mi üzletünk. Vagy olyan üzletekkel, vagy olyan ajánlatokkal kapcsolatosan, ami az internethez köthető, és az interneten keresztül könnyedén működtethető. Miért? Mert ők lesznek azok, akik néhány év múlva családot fognak alapítani. És ha családot fognak alapítani, akkor korán sem biztos, hogy elég lesz nekik az a fajta jövedelem, korán sem biztos, hogy elég lesz nekik az a fajta eredményesség, amit például egy hagyományos multicég tud adni. Korán sem biztos, hogy elég lesz nekik az a fajta előre meneteli lehetőség. Korán sem biztos az, hogy vállalkozó, vagy hogy igen, hogy alkalmazottként akarják élni az életüket. Ha megnézitek, hogy a most végzők, a most végzősök milyen követelményeket állítanak a munkaadóik elé, akkor egyre nagyobb a rés, egyre nagyobb a kettő közötti differencia. Ugyanis a mostani friss munkavállalók mit szeretnének? A minimum 200 és 300 ezer forint közötti jövedelmet, amit konkrétan már kézbe kapnak, ugye? Tehát nem bruttó, hanem amit már kézbe kapnak. És hát ugye egy olyan munka lehetőséget, amely kevés fizikai kihívással jár, hanem inkább valami menedzseri, üzletvezetői, ügyviteli, irodai, vagy valamilyen más ilyen munkában gondolkoznak. És nem abban, hogy beüljenek egy munkagépbe, és ott azzal a munkagéppel valamit csináljanak, nem abban gondolkoznak, hogy esetlegesen egy CNC gép mellett kihasználva a programozói tudásukat, különböző dolgokat munkáljanak meg, vagy nem gondolkoznak abban, hogy vállalkozóként ingatlanoknak a felújításába fogjanak bele, vagy egy ilyen vállalkozó mellett kezdenek el dolgozni. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy nem e felé tendál a mostani friss munkavállalóknak a gondolkodása? Mit látunk? Azt látjuk, hogy egyre inkább tért nyer az, hogy megpróbálják a dolgokat a mobil eszközeiknek a segítségével megoldani. Ugye, Móni is azt mondja, hogy amit látok, vegyes. Így van. Most gondoljatok bele. Valaki közelebb van már az 50-hez, mint a 40-hez, és munkát akar vállalni. Szerintetek mekkora az esélye, hogy ő munkát fog kapni ma Magyarországon? Bármilyen szakmára, az élet bármelyik területére gondolok, kivéve az egészségügyet. Kivéve az egészségügyet. Móni azt írja, hogy ez sok mindentől függ. Igen, igazad van, Móni. Sok mindentől függ. De hadd mondjam el, hogy azok, akik inkább közelebb vannak a 40-hez,
őket nagyjából, tehát az esetek körülbelül 80%-ában azért utasítják vissza, mert túlképzettek, és nem kapnának a képzettségüknek, a képességeiknek megfelelő munkát. Gyakorlatilag azt a tudást, ami bennük van, azt a tudást lehet a kukába kidobni, mert gyakorlatilag a 70%-ára nincsen szükség, olyan munkát kapnának. És az igazság az, hogy akkor, amikor valaki meglátja ezt a dolgot, és felméri, akkor végre elkezd olyan irányban nyitni, és olyan dolgokat meglátni, amiket előtte igazándiból nem látott, nem vett észre még. Ugyebár, hogyha jön a fiatalabb korosztály, és többen vesznek részt a hasonló típusú üzletekben, akkor ugye sokkal aktívabb lesz az internet használat. Hogyha aktívabb az internet használat, akkor gyorsabb lesz az interaktivitás. Tehát lehet, hogy már nem lesz elég a Skype, nem lesz elég az e-mail, lehet, hogy már valami ennél gyorsabb kommunikációs csatornát kell majd használni. És éppen ezért, ha ez történik, akkor az fog történni, hogy sokkal gyorsabb lesz majd a csoport építésének a sebessége. Növekedni fog ez a dolog. Tehát sokkal előbb fogsz tudni elérni embereket egy ilyen megoldáson keresztül, mint hogyha abban gondolkoznál, hogy az embereket úgy kell elérni, hogy leülünk velük beszélgetni. És hogyha ezt elkezded használni, tehát például, ha elkezded használni az ingyenes Facebook kampányunkat, akkor nem kell olyan nagyon-nagyon sok idő hozzá, de akkora sebességre fog kapcsolni, hogy igazándiból csak kapkodod a fejedet. Mire alapozom ezt? Gyakorlatilag 2 héttel ezelőtt kezdődött el, ha jól emlékszem, hogy a Joel betette, hogy oké, gratulálok azoknak, akik elérték a rockstar szintet. Ha jól emlékszem, akkor Mária körülbelül másfél héttel ezelőtt, tehát ő volt az első magyar, ugye, és körülbelül másfél héttel ezelőtt, pontosan a születésnapján kapta meg az elismerést. És ehhez képest, ugye most már, hát naponta 2-3-4-szer kapunk olyan értesítőt, hogy oké, megint valaki ilyen megkapta ezt az elismerést. És most már azt is látjuk, hogy a világnak ugye minden tájáról. Láttunk már németet, amerikait, magyart, angolt, persze természetesen, milyet láttunk még. Skandinávia is, ugye? Itt volt már. Úgyhogy indul a dolog. Orosz, persze, igen, ugye? Ne felejtsem el az oroszokat. Tehát kezd igazándiból globálissá válni ez az egész dolog. Ergo ez azt jelenti, hogy neked, nekünk, magyaroknak ugyanúgy fel kell vennünk a ritmust, el kell kezdenünk igazándiból ezt a dolgot csinálni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ahogy gyorsul a csoport növekedése, úgy nekünk is gyorsítani kell magát az interaktív internet használatot. Ugyebár ahhoz, hogy ez még jobban menjen, ehhez kellenek majd az elektronikus fizetési módok. Ugyebár itt megint csak egy olyan van, hogy a kártya használat egyre inkább előtérbe kerül, ugye? Ma is ugye erről volt szó, és erre volt példa. És a másik, hogy a csomagküldő szolgáltatások
egyre inkább tért nyernek ugye a webshopok. Épp a minap néztem meg egy videót, ahol egy statisztikai szakember beszélt arról, hogy Magyarországon azokon a területeken, ahol kevésbé van ellátva különböző boltokkal a lakosság, ott egyre jobban tör előre az internet használat. Miért? Hát azért, mert az emberek olyan dolgokat akarnak megvenni, ami nincs a környékünkön. Nincs a környékükön. Vásárolnak az internetről, és megrendelik magukhoz. Éppen azt mondta, hogy például Csongrád megyében 80%-kal tört előre az úgynevezett internetes boltoknak a használata. Hoppá! Csongrád megyében. Tehát a csomagküldő szolgáltatásoknak is nagy valószínűséggel egyre több helye lesz a boltok helyett. Ez megint csak arról szól, hogyha egy termékes üzlet nem tud ezzel lépést tartani, akkor bizony nagy bajban lesz néhány éven belül. És neked is oda kell arra figyelni, hogyha te úgy gondolod, hogy fölveszed a te palettádba, mint egy marketinges, mint egy olyan személy, aki ezzel kapcsolatosan építette föl a saját én márkáját. Ki az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy én márka? Az legyen szíves, írjon be nekem egy I betűt. Aki tudja, mit jelent az, hogy én márka? Aki nem, az egy N betűt, és akkor két-három szóban elmondom, mit jelent az, hogy én márka. Van, aki nem tudja. Oké. Nos, az én márka az azt jelenti, amikor te úgy építed föl magadat, hogy azok, akik téged ismernek, azok egy bizonyos életstílus miatt ismernek meg. Mondok erre egy példát. Itt van a gazdag mami. A gazdag mami, ki az, aki ismeri a gazdag mamit? Ki az, aki tudja, hogy kicsoda ő, gazdag mami? Írjon be, legyen szíves, egy I betűt, aki tudja, hogy ki az a gazdag mami. Oké. A gazdag mami, elég sokan tudják, hogy ki ő, de akkor azt is tudjátok, hogy ki van mögötte, ugye a Vidaági. Mindannyian tudjátok, hogy a gazdag mami az a Vidaági. Miért? Mert mindenhol látjátok, így van, mert mindenhol látjátok az ő arcképét, mindenhol látjátok azt, hogy ő bemutatkozik, ő mondja, hogy én vagyok a Vidaági, ugye? És ez például egy én márka építés. Én, amikor csinálom a videóimat, akkor én is bemutatkozok. Debreceni Zoltán, a Gazdagodás Akadémia trénere, bevételnövelési tanácsadó. Ez, amikor én így bemutatkozok, ez is egy én márka. És ez fontos a számotokra is, hogy csináljatok egy én márkát. Hogy az emberek titeket ne egy üzlettel azonosítsanak, ne egy üzlet képviselőjeként gondoljanak rád, hanem egy olyan személyként, aki olyan életstílust él, olyan dolgokat csinál, amit ő is szeretne, amit ő el akar érni, amiért te neki egy példa, egy minta lehetsz. Oké? Ez jelenti az én márka. Ha tiszta és világos volt ez, amit mondtam, akkor kérek szépen visszaigazolásként egy I betűt, hogy érthető volt-e az, amit mondtam. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, tehát ezért fontos nektek az, hogy én márkát építsetek, és hogy a saját csatornáitokon keresztül ezt a fajta én márkát közvetítsétek az embereknek, mert akkor lesznek
motiváltak arra, hogy titeket kezdenek el követni. Mire kell neked figyelned ahhoz, hogy ez az egész folyamat működni tudjon? Először is, akár tetszik neked, akár nem, de technikailag felkészültnek kell lenned. Olyan eszközöket kell birtokolnod, amelyekkel maga ez az egész dolog megvalósítható. Miről beszélek? Legyél az üzletedben mozgékony, mozdítható, mozduló vagy valami. Legyenek olyan eszközeid, amelyek ebben segítenek is. Ehhez az elsődleges eszköz egy olyan okostelefon, mobiltelefon, amely képes arra, hogy te kommunikációban tudjál maradni azokkal az emberekkel, akiknek te segíteni akarsz, akiknek a jövőjében te ugyanúgy részt akarsz venni, mert ha ezt nem tudod megvalósítani, és te dolgozni jársz még, dolgaid vannak a otthonon kívül, és nem tudsz kommunikációban lenni az embereiddel, akkor, és nem tudsz nekik akkor segíteni, amikor ők azt kérik, vagy amikor nekik arra szükségük van, akkor azzal lelassítod a különböző folyamatokat. Egyrészt, másrészt pedig, hát ugye azt a mintát tudod küldeni, és tudod mondani, hogy még nem vagyok annyira felkészült technikailag, hogy ezekben a dolgokban neked segítsek. Ha felhívsz, akkor tudok neked mondani dolgokat, de igazándiból akkor fogok majd neked segíteni, ha hazaérek. Hát ami vagy jó lesz neki, vagy nem. Vagy meg tudja oldani addig, vagy nem. Minden esetre a lényeg az az, hogy az a probléma, tehát annak a problémának a megoldása addig megáll. Addig nem tudnak tovább lépni. És én nem mondom azt, hogy oké, akkor most neked 0-24-ben folyamatosan elérhetőnek kell lenned. Nem, hanem a kommunikációdban tedd meg azt, hogy bizony látják rajtad, hogy egy bizonyos ritmus szerint elérhető vagy. Mit értek ez alatt? Például, ugye én kedden csütörtökön vagyok edzésem, az alatt senki nem ér utol, mert ki van kapcsolva a telefonom, viszont mit csinálok? Utána csinálok egy videót, ami rögtön megy föl a Facebookra, és ezt meg is osztom. Ergo, aki megnézi, az tudja, hogy nekem kedden csütörtökön van egy ilyen programom, és tudja, hogyha erre odafigyel, akkor nagy valószínűséggel kedden csütörtökön valahol 10 és 11 óra között engem el tud kapni, és meg tudja nézni azt, amit éppen akkor kommunikálok. De ha csak a Facebookot nézem, akkor hogyha a Facebookon te elérhető vagy, akkor ott is tudnak veled kommunikálni. Ma már ugye egyre több mindent lehet csinálni. Lehet videóhívásokat, lehet hanghívásokat is intézni a Facebookon keresztül, lehet csetelni, tehát sok mindent meg lehet csinálni, és ahogy látom, a fiatalok ezt erősen ki is használják. Tehát, ergo, neked is rá kell magadat venni, hogy ezeket megcsináld. Éppen most ebben a pillanatban érkezett nekem egy valamilyen bejegyzés a Facebookon. Hallottam a kis hangját ennek a dolognak, oké? Tehát ezeket meg kell tanulni használni, mint ahogy meg kell tanulni használni azokat az egyéb más kommunikációs csatornákat, amik az interneten keresztül adottak. Ilyen például a Viber, ilyen például a WhatsApp, akkor milyen ilyen a Snapchat, ezek. Ki az, akinek ismerős az, amit most én mondtam, ez a három, tehát a Viber, a WhatsApp, Snapchat, ki az, akinek ez ismerős? Ne aggódjál, ha azt mondod, hogy nem, tehát ha nem, akkor nyugodtan mondd azt, hogy nem ismer, nincs vele probléma. Ezek olyan mobil alkalmazások, amelynek a segítségével te csoportokkal,
és emberekkel tudsz kommunikálni, az interneten keresztül azonnali üzenetküldést tudsz csinálni, telefonálni tudsz vele úgy, hogy ez neked nem kerül pénzedbe. Pontosabban a mobil internet használatodnak a költségére tudod ezeket megcsinálni. Oké? De a lényeg az az, hogy hogyha itt egy ilyen csoportot össze tudsz állítani, akkor a csoportnak azonnal el tudsz küldeni egy bizonyos üzenetet. Akár egy videó üzenetet, akár egy szöveges üzenetet, akár bármi mást, vagy kommunikációban maradhatsz a csoportoddal menet közben, ugye az internet segítségével. Mi az, ami még fontos? Az fontos az, hogy az emberek felé folyamatosan tudják kommunikálni. Ugye legyen egy blogod, vagy legyen egy weboldalad, és ami fontos, hogy ez legyen mobil barát. Mit jelent az, hogy mobil barát? A következőt jelenti, most én mindjárt megmutatom nektek ezt itt konkrétan a interneten keresztül, azt mondja, hogy beírtam azt, hogy Pure Leverage. Feladja nekem, hogy Pure Leverage Hungary. Nézzük. Nézzük. Itt van. Oké. Szeretném ezt nektek megmutatni. Remélem lehet látni. Ahol is van. Nem tudom, hogy lehet-e látni, igen. Ez a regisztráció, így van, igen. És ott látjátok, ott van, oda van írva, egészen közel hozom, ott van mobil barát verzió. Tehát ezt már így mutatja, tehát hogyha bemész a Google-be, a mobiltelefonon keresztül, akkor itt előre megmutatja neked azt, hogy ez egy mobilbarát verzió, vagy sem. Oké? És ha azt látod, hogy mobilbarát verzió, akkor ennek az az előnye, hogy a Google most már elkezdi az ilyen mobilbarát verzió megjelölésekkel ellátott oldalakat előrébb hozni, tehát kezdi előrébb sorolni a keresésben. És ugye mi az, ami nagyon fontos, az az, hogy hogyha te rákeresel valamire, akkor ha nem vagy benne az első 10-ben, akkor onnantól kezdve közel 53%-kal kevesebb az esélyed, hogy megtaláljanak téged. Tehát a keresések eredményei alapján a keresőknek a 47%-a nem lép túl az első 10 eredményen. Tehát, hogyha te a 11-12. vagy, akkor a keresőknek durván a fele nem jut el te hozzád. Eléggé durva egy szám, de sajnos ez van. Tehát én azt tudom nektek javasolni, hogy használjátok a Pure Leverage-en belül a responszív megoldást, van nekünk egy ilyen megoldásunk, és azt is tudom, hogy van ezzel kapcsolatosan a támogatói oldalunkon egy videó, ahol a Gyuri Zoli megmutatja, hogy hogyan lehet a te blogod, a te weboldalad mobilbarát a Pure Leverage-en belül. És innentől kezdve nagyobb az esélye annak, hogy a te blogod és a weboldalad a keresőkben előrébb fog kerülni, mint azok, tehát szemben azokkal, akik még ezt nem tették meg. Oké? Fontos az, hogy használd a leggyorsabb és a legeredményesebb kommunikációt, vagyis, hát ami most jelen pillanatban a legjobb, az az, hogy ugye a mobil eszközöd legyen arra képes,
hogy e-mailt és hogy e-mailt fogadjon, ez az alap, és ha esetleg meg tudod tenni, akkor ugye a Viber, Snapchat, WhatsApp, Skype, ugye, az is mondjuk, hogyha rajta van a telefonodon, akkor ez működik, és hát ugye az se baj, hogyha fogadóképes vagy, mert akkor a különböző bejelentkezéseket, azon a bejelentkezésekre azonnal tudsz reagálni. Miről beszélek? Kapsz például egy e-mailt, hogy valaki csatlakozott hozzád, akkor te azonnal meg tudod nézni, hogy ez a személy melyik kampányodra csatlakozott föl, azonnal meg tudod nézni, hogy akkor mikor fogja kapni a következő e-mailt, és ha valami nem jó, akkor azonnal tudsz lépni, tehát meg tudod tenni. Vagy azonnal tudsz neki küldeni valamilyen üzenetet, ugye? Oké. Aztán beszéljünk egy kicsit magáról erről a Facebook kampányról, amit ugye a Pure Leverage-en belül csinálunk, ez az ingyenes Facebook kampány. Ha elkezded csinálni, akkor számítsál rá, hogy nem lesz elég az, hogy ugye megcsinálod a napi alaptevékenységet, ugye az, hogy kommenteled, lájkolod, vagy imádod, és megosztod a különböző bejegyzéseket. Nem lesz elég az, hogy a Pure Leverage-nek a csoportjába naponta beküldesz egy valamilyen bejegyzést. Miért nem lesz elég? Mert ismerté válsz, és ha ismerté válsz, akkor az emberek csatlakozni fognak hozzád. De ha neked nincsen felépítve egy hírlevél sorozatod, nincs betéve a kampányod mögé egy hírlevél sorozat, akkor ezeket az embereket el fogod veszteni, mert akár tetszik neked, akár nem, akkor, amikor ők eljutnak odáig, hogy na oké, akkor most egy ingyenes ilyen regisztrációt megcsinálok, vagy másik lehetőség, ugye, hogy a cég ad neked egy új ilyen belépőt, akkor neked mindenféleképpen bizalmat kell építened. Bizalmat kell építened, hogy téged, mint vezetőt elismerjenek. Hogy tényleg elkezdjék azt csinálni, amit te ajánlasz. Hogy te ne csak egy közbenső személy legyél a te belépőd és Joel között, hanem te legyél az, tehát hogy visszakapjad és vissza tudjad adni a Joelnek azt, hogy ő felépített téged azzal, hogy neked adta azt az embert, és felépít téged, vagy felépít engem azzal, hogy ugye megkapjuk az elismerést, de ez még kevés. Ahhoz, hogy te tényleg vezető legyél, ahhoz neked meg kell tenned, hogy ott legyen az a hírlevél sorozat, amiben magát a bizalomépítést folytatni tudod. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy a legerősebb bizalomépítés az, amikor személyre szólóan, tehát az ő nevére szólóan küldünk üzeneteket? Konkrétan az ő személyes problémájára tudsz adni valami megoldást. Igen, eléggé sokan egyetértenek velem ebben, és köszönöm szépen a visszajelzéseket, mert a bizalomépítés az, ami elveszi a szkepticizmust. Csak is ez, semmi más. Az emberek csak akkor fognak csatlakozni hozzád, ha bíznak benned, és csak akkor maradnak a csapatodban, ha vezető vagy. És ezt meg kell tenned, hogy vezető legyél. Meg kell írnod azokat a leveleket. Vagy használnod kell azokat a leveleket, amik ott vannak már neked készen. Ugyebár nem mindannyian beszélünk angolul, nem mindannyian vagyunk képesek arra, hogy olyan leveleket írjunk, mint amilyen eredményes leveleket tud írni a Jenő, de ezeket használni tudjuk. Ezeket használhatjuk, és fontos, hogy ki is használjuk.
Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogyha meg tudja tenni, tehát úgy gondolja, hogy ez számára fontos, akkor bizony a csapatával közösen írjon egy hírlevélsorozatot, a csapat minősítse ezt a hírlevélsorozatot, megvan ennek a módja, hogy hogyan lehet ezt a minősítést megcsinálni. Ne úgy értsétek a minősítést, hogy á, ez hülyeség, ezt hagyjuk, vagy én ezt kihúznám belőle, meg minden. Nem, hanem hogy nagyjából az a lényeg, hogy milyen érzést épít föl benned a levél, milyen érzést vált ki a levél olvasás közben, és ha ez egy jó érzés, ez egy olyan érzés, ami tovább tudja mozgatni a te olvasódat afelé a cél felé, ami mindkettőtöknek cél valójában, tehát mind a ketten azt akarjátok, hogy ő egy csoportépítő csoport tag legyen, ugye? Mind a kettőtöknek ez a célja, de őnála ott van még a félelem, meg a szkepticizmus azzal kapcsolatos, hogy vajon te jó vezető vagy-e, hát el tudod-e őt vinni. Ő saját magában sem bízik még annyira, hogy elhiggye, hogy ez a dolog működik. Tőled vár ezért eredményeket, és a te részedről pedig ugye ott van az, hogy hát gyakorlatilag még te neked sincsenek olyan nagyon hűde izmos eredményeid, és gyakorlatilag még te sem ültetted be a fejedbe azt a gondolatot, hogy már pedig te egy ilyen királyvezető vagy, és hát mindezt ugye valamilyen módon el kell kezdened. Tehát ezért neked használnod kell ezeket az úgynevezett mankókat, vagy segédeszközöket. Mik ezek? Edcopy, ott van a háttérirodában, aztán a felső vonaltól elkérhető e-mail vagy levélsorozat, ez megint csak megvan, és a harmadik pedig az, ugye, ami a saját tapasztalatod, a saját gondolatod, amikor például te bemutatkozol, amikor például a te saját személyes dolgaidat osztod meg, azokat a személyes dolgokat, amikről úgy gondolod, hogy érdemes másokkal megosztani. Én ugye nem titkolom, hogy második danos aikido oktató vagyok, aikido edzésre járok, ezt mindenki tudhatja, tehát ebben nincsen semmiféle titok. Azt is mindenki tudhatja, hogy van kettő darab gyönyörű unokám, mert vagyok rájuk annyira büszke, hogy ezt elmondom, elmondhatom mindenkinek. Azt is elmondhatom, hogy ugye nem sokára 60 éves leszek, ezt nem is titkolhatnám, hiszen hogyha valaki rám néz, akkor azonnal látja, hogy nem egy 30 éves fiatal vagyok. Az egy másik kérdés, hogy én belül minek érzem magamat, és hogy fizikai teljesítményem alkalmas még mindig arra, amire egy 30 éves képes. Ez megint egy másik dolog, de ettől függetlenül, hogyha valaki rám néz, akkor nem ezt látja. Oké? És neked is el kell fogadnod, hogy neked is vannak olyan dolgaid, amiket akkor is látnak rajtad az emberek, hogyha nem mondod ki. Tehát, hogyha kimondod, akkor azzal gyakorlatilag csak a feléd irányló érdeklődést alakíthatod át bizalommá. Tudod növelni a bizalmi faktort. Oké? Okay? Jó. Mi az, amit ne felejts el? Azt ne felejtsd el, hogyha neked 90 nap alatt lesz mindössze 3 darab csatlakozód, és csak ez a metódus megy tovább a te csoportodban, tehát mindenkinek csak 90 napon belül lesz 3 új csatlakozója, akkor neked egy év múlva 243 embered lesz, ami azt jelenti, hogyha ők naponta 5 percet dolgoznak csak azzal, hogy megcsinálják a Facebook oldalon a napi szükséges tevékenységüket, akkor az azt jelenti, hogy naponta 27 óra munkát hoznak neked. Most képzeld el, hogy mi történik, ha ez az iméntiek, tehát azok alapján, amiket mondtam, felgyorsul, és nem 3,
hanem 30 csatlakozód lesz 90 nap alatt, mert a különböző kommunikációs csatornákat használva több embert érsz el. Mi történik? Hát ez van a küszöbön, gyerekek. Ez az, ami rátok várhat. Ez az, amit meg tudtok most tenni. Ez az, ami igazándiból a közeljövőben meg fog valósulni. Nem garantálom azt, hogy a mi csoportunk fogja ezt megvalósítani. Nem garantálom azt, hogy igenis mi leszünk azok, akik elsőnek fogjuk tudni felmutatni, hogy 90 napon belül 30 csatlakozónk van. De a helyzet az, hogy látnotok kell, hogy igenis e felé indult el a dolog. Higgyétek el, hogy se az amerikaiak, se az oroszok, se a skandinávok, se a németek, se senki nem fog leállni ezzel a tevékenységgel. És ha nem állnak le, akkor bizony ez úgy fel fog gyorsulni, olyan mértékű lesz, hogy bizony csak kapkodni fogjuk a fejünket. Tehát, ha már itt van ez a lehetőség, ha már látjuk, hogy mi a perspektíva, ha már kezünkben van hozzá a megfelelő eszköz, akkor könyörgöm, éljünk vele, legyünk mi azok, akik ezt megcsináljuk, legyetek ti azok, akiknek ez megvalósul, legyetek ti is elismerve, kapjátok meg ti is a rockstar minősítést minél előbb, ezt kívánom szívemből mindannyiótoknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt működtetek velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napot is interaktívá tudtuk tenni. És szép estét kívánok nektek. Legyen eredményes a hét további része. Ne feledjétek, hétfőn bemutató. Hívjatok meg az embereket, hozzatok minél többet. Legyen meg nálatok a 30 csatlakozó a következő 90 napon belül. Sziasztok!